16 csapat, vagyis 160 másodikos diák vette birtokba szombaton a Tatabányai Jubileum Parkot. A maraton kinizsi próba során a gyerekek több állomáson, több feladatban mutathatták meg tudásukat. Kinizsi bálhoz méltóan próbáltunk olyan teljesítéseket összeállítani, ami illik hozzá. Kartartás, rúgtartás, malomkőtartás, gólyaláb járás, ugye, ami akkoriban mocsárjárás, ami akkori időszakodban jellemző volt. Mellette számtalan sportjátékot is adott tettünk a mai kornak megfelelően, hisz lehet olyan újdonságokat, mint a kötélhúzáson végig menni, a petangójóval végzik a súlylökés, tehát ilyen érdekes találékony kis játékokat találtunk ki a gyerekeknek. A játékos versenyt Turainé Jón Katalin alpolgármester nyitotta meg, aki a közösség és a mozgás fontosságát hangsúlyozta. Azért is szerettem volna ma itt lenni, egy az, hogy gyerekek között vagyok ismét, a másik pedig nekem is szép emlékeim vannak ezzel kapcsolatban, tehát amikor olyan teljesítmény túrákon vettünk részt, ahol különböző állomások voltak, akkor azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó közösségi program is. Ugyanakkor a gyerekek figyelmét felhívjuk arra, hogy mennyire fontos, hogy kint legyenek a szabad levegőn, hogy mozogjanak, hogy értelmesen tudják eltölteni a szabad idejüket. A maraton kinizsi próbára a megye minden részéről érkeztek diákok. A császári Zrínyi Ilona általános iskola csapatát az igazgató Nagy Csaba kísérte. Én nem csak igazgatóként tevékenykedem az iskolában, testnevelő tanár is vagyok, és hát ugye a sport az életünk fontos része, és nagyon örülök, hogy ebbe a programba szerepelhetünk, mivel itt a gyermekek a sportot mindenféle téren megismerhetik. A gyerekek pedig szeretnek mozogni, legyen szó annak bármilyen formájáról. Pörögni, futni, focizni, meg ütközni. A maraton kinizsi próbát a jövőben várhatóan más évfolyamok számára is megszervezik.